szeretett volna a Nyíregyháza szépen búcsúzni a szezontól egy olyan mérkőzésen, ahol a Szeged volt az ellenfél, nem sikerült ez a búcsú, nagyon csalódott vagy? Ez a mérkőzés hülyen tükrözte az egész szezonunkat, hiszen első percben egy nevetséges öngolt rúgtunk magunknak, utána olyan hibákat követtünk, ami én még U15-ben se láttam. Futottunk az eredmény után, már első fél idő, második fel az jól nézett ki, gólt rúgtunk, volt egy meg nem adott gólunk, voltak helyzeteink. Második fél idő viszont szégyen volt, tehát egy szó van rá, hogy szégyen, és nagyon sajnálom, hogy vannak olyan játékosok, akik nem érdemlik meg, hogy ezt a Sparimest felvegyék, és mégis itt vannak ebbe az öltözőbe. Lesz most munka bőven, azt gondolom, hogy rendezni is kell a sarokat. Hát azok az a játékosok, akik lélektelenül tudnak felmenni egy ilyen mérkőzésen, és nem tudnak küzdeni a Spari címerért, azokra nincs szükség. Most hogyan tovább? Lesz majd gondolom egy értékelés is. Mit tudsz mondani a fiúknak erről a szezonról? Hát ahogy eddig is mondtuk, hogy az elfogadhatatlan és felháborító, és sikerült lezárnunk úgy, ahogy szerepeltünk. Tehát el kell gondolkodni, hogy vagy a minőséggel volt a probléma, vagy az akaratta, vagy mindennel. Hibáztunk biztos mi is, biztos azért abba is, hogy bíztunk egy-két olyan játékosba, aki nem kellett volna, de ezt a szezont nagyon gyorsan el kell felejteni, mert ez az nem egy Sparira jellemző, ez a mentalitás és ez a hozzáállás és ez a teljesítmény.